Sziasztok! Tóth Márk vagyok. A mai adásban magyar szempontból az egyik legsikeresebb sportágat, a vívást fogjuk bemutatni nektek, méghozzá a világ egyik legjobb kardforgató leányával, Márton Anna olimpikon, világbajnok bronzérmes kardozóval és a BVSC kis fegyverforgatóival. Szia, Anna! Szia! Hogyha a középkorban éltél volna, amikor leginkább a férfiak kardoztak, akkor is emellett a sport mellett döntöttél volna? Hát ezt a laikusok így sokszor kérdeznek hasonlót, de igazából a sportvívás az teljesen különböző, mint az ilyen általános elképzelés a kardozásról, vagy amit a filmekben látunk. Szerintem nem vívtam volna. Miért döntöttél a vívás mellett? Szerelem volt első látásra. Mindig is nagyon szeretem a sportokat, de amikor elkezdtem vívni, akkor rögtön tudtam, hogy én ezzel szeretnék komolyan foglalkozni nagyon sokáig. Változatos, és ez a mai napig leköt, és emiatt nem tudom megunni az edzéseket. Alapállásban helyezkedünk el. Rajta! Szerintem nagyon fontos, hogy sikerélményed legyen, és engem rögtön kiemeltek a többiek közül. Szinte az első pár alkalommal azt mondták, hogy tehetséges vagyok. Nekem ez egy nagy löketet adott. Azt nagyon szerettem már kiskoromtól kezdve, hogy egy nagyon jó baráti körrel kezdtem el versenyezni, a legjobb barátaim azóta is a vívásból vannak, és imádtam a túrákat, imádtam, hogy hülyéskedünk, hogy jól érezzük magunkat, hihetetlenül összetartó csapat alakult ki. De nem csak beszéljünk a vívásról, hanem szívesen megtintom neked az alapokat, hogyha szeretnéd. Menjünk! Szépen behajlítod a térdedet. Rajta! Fiúállásból indultunk, azt általában úgy szoktuk kimérni, hogy olyan jó két lábfejnyre kell felállni, és már meg is érkezel a vívóállásba. Egyébként az olyan, hogy legyen kényelmes, én úgy szoktam csinálni. Lábfejjel kell indítani, és meg kell érkezni a kitörésbe. Azta! Gyakoroljuk a lábmunkát, hogy Márknak is jól menjen a játék. Előre egy, hátra egy. Nagyon ügyesek vagytok. Kitörés egy. Hát ez a kard, igazából fogni azt úgy kell, már mutatom, hogy a hüvelyk és a mutató ujjad egymással szemben van, és a kis ujjaddal még ráfogsz, ezzel a három ujjal vezeted a pengét, ez a két középső meg csak itt pihen. Ez az éle, és akkor itt még van a hegye. Ezt kell róla tudni, ami nagyon fontos, hogy ez egy szúróvágó fegyver, nem? Tehát mi vágunk is, és szúrunk is. Ellentétben a törrel és a párbajtörrel, ahol csak szúrás van. Azt kell még tudni a szabályokról, hogy deréktől felfelé van találati felület, tehát ez az elektromos része. Itt vannak szabályok, van védekező és támadó. A támadónak előnye van, neki meg kell vágni az ellenfelet, a védekezőnek pedig valamilyen akcióval hatástalanítania kell a támadást. És akkor most megmutatom az alapvágásokat ezen a sisakon. A fejvágás, az így néz ki. Igazából ez az, amit az összes kisgyerek először megtanul szerintem, ugye? Ja. Akkor álljunk be és gyakoroljuk a fejvágást, és szerintem a párbajtőrözők pedig a szúrást. Hopp. Most a kíváncsiskodó rovatunk következik, úgyhogy azt kérdeztek Annától, amit csak szeretnétek. Hogyan tudtad összeegyeztetni a tanulást a sporttal? Egy idő után már úgy megszokja az ember, hogy nagyon figyeljen az időbeosztására, a suliból egyből az edzésre megy, edzésről anya hazavisz, úgyhogy szerintem szokás kérdése, és hogyha fiatalkorban elkezded megtanulni, akkor felnőttként már igazából kirázod a kis ujjadból, és nagyon sok mindenben segít, hogy boldogulhass könnyen az életben. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Talán a felnőtt VB bronzérmemre, de a junior világbajnoki címemet is nagyon szeretem, mert az is egy klassz verseny volt. Mit szoktad csinálni még verseny előtt? Szeretek zenét hallgatni, attól is ellazulok, elterelődik a figyelmem kicsit. Nekem ez segít abban, hogy ne legyek ideges. Ki a példaképed? Az én példaképem az egyik edzőm, Pézsa Tibor. Ő tanított meg az alapokra, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tőle tanultam a vívást. Mesternek hívjátok az edzőtöket. Mit jelent ez a szó, vagy miért mester? Szerintem ez azt fejezi ki, hogy nagyon tiszteljük az edzőnket. Ez egy edző és technika specifikus sportág, úgyhogy edző nélkül nem nagyon lehet egyről a kettőre előrelépni. Ez a tisztelgés, amivel köszöntjük az ellenfelünket. Ah, igen. Ilyet is ki tudod rám védeni, akár hiszed, akár nem. A spinnek hívják. Igen. Ez a queen. Aha, queen. Látod? Nem találok el. Egész jó. Ha most már kivéded, próbálj meg visszavágni a fejedre. Na, tök jó. Ez kész vívó vagy. A mai edzésen egy ötös kört vívnak a nagyobb vívók. Rajt!
egy lámpa égett, a jobb oldali vívónak a lámpája, úgyhogy ez elég könnyű megítélni ezt a találatot, ő adta a tust. Állj, támadás, tus. Ő gyorsabban indította a mozdulatot, úgyhogy ezért ő volt a támadó. Rajt! Állj, támadás, tus. Megint egy lámpa ég. Most pihenésképp játszani fogunk egy kis kvízjátékot, látom a csapatok már kész van, és akkor kezdhetjük is az első kérdéssel. Ki a magyar sportszerű vívás megalapítója? A. Széchenyi István Veselényi Miklós, B. Gerevis Aladár, vagy C. Szilágyi Áron? Oké, letelt az idő, remélem megvannak a válaszok. Egyes csapat? Szerintünk az A. Kettes? Szerintünk is az A. Hármas csapat? A. Négyes csapat? Szerintünk is az A. Ötös csapat? Szerintünk a B. A helyes válasz az A. A sportszerű vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. században vált népszerűvé. Mikor adták ki az első magyar nyelvű vívó szakkönyvet? A. 1839, B. 1912, C. 1540. Jöhetnek a válaszok. B-re szavazunk. Szerintünk is a B válasz. Szerintünk az A. Szerintünk is az A. Szerintünk is az A. A helyes válasz az A. 1839-ben az első magyar nyelvű vívó szakkönyv létrejött. Hány tusig tart egy csapatverseny? A. 15, B. 45, C. 55. Letelt az idő. B-re szavazunk. Szerintünk is a B. A B lesz nálunk. Nálunk is a B. B. A helyes válasz a B. 45. Köszönöm szépen a játékot mindenkinek, nagyon ügyesek voltatok. Miért ajánlanád egy gyereknek a vívást? Nagyon sok téren fejleszti a gyereket. Nagyon jó koordinációt ad, nagyon jó állóképessége lesz. Sokkal jobban fog tudni teljesíteni az iskolában is. Nagyon rendszerető lesz, be tudja osztani majd az idejét. Szóval rengeteg téren tudja úgy fejleszteni, hogy nem csak mint sportoló, hanem mint ember is sokkal jobb lesz belőle. Ennyi fért a mai gyerekjátékba. Továbbra is várjuk ötleteiteket, hogy melyik magyar sportolót vagy sportágat ismernétek meg szívesebben. Címünk gyerekjátékukac@mtva.hu. Köszönjük az eddig beküldött leveleiteket, és köszönjük Annának, hogy ennyi mindent megtanított nekünk. Sziasztok! Sziasztok!